Hallod, már totál ki vagyok ezektől a bakrandiktól. Ja. Nem, megesküszöm neked, hogy ez lesz az utolsó. Igen. Figyelj, tuti, hogy ma megkapom a legnagyobb barmot, aki létezik. Egy idióta pancsert. Fogadunk? Ja. Na mindegy, hívlak utána, majd röhögünk egyet. Oké, csecse, szia! Mit csinálsz te itt? Mármint, mit csinálsz te itt? Az gáz, ha nem ismerlek. Csak ha 40 alatt vagy. 40 alatt vagy? Aha. Mondjuk, ha ezen múlik az estém, akkor azért siessünk. Te, figyelj, az ételosztás nem a Blahámban. Ide járunk mindig kajálni. Legjobb trükk. Felveszem az öltönyt, senki nem mer megállítani. Határozott léptekkel bejövök, és ingyen kaja. Kérsz egy harit? Köszönöm. Ja. Úgy hoztam a itt. De cuki vagy. Ráteheted a Bentley-re. Most szedtem le egy másikról. De nem az enyémről, ugye? Hol parkolsz? Szürke Continental, lift mellett balra. Akkor a tiéd? Fogad szeretettel. Felnit is tudok szerezni jó áron okosba. Csak szóljál. A randikkal a közösségi média korszakában az egyik legnagyobb probléma, hogy már előtte szinte mindent kinyomozhatunk a másikról. Ám ha nem akarunk egy őrült követőnek tűnni, vigyáznunk kell, nehogy lebukjunk. És kezeld el! Hogy utána bedobtuk a sárga hungarócel szobrot a vízbe. Margitnak neveztük el, tök vicces volt. Ez nekem új. Kérlek, mesélj még. Mikor ettél utoljára főtt? Hallod, nagyon menő az Instád. Te hány forint per követőjére árulod a posztokat? Instára nem nagyon szoktam kitalni szponzorált posztokat. Főleg csak YouTube-ra. Aha, és hogyha csinálunk egy közös fotót, és betegesz, sok új követőm lesz? Szerintem te visszaélsz a bizalmammal. Fotó! Tara! Van vagy rá! Na, jó van. Tedd ki, amíg szépen mondom. Ja, és ne maradjon el a tag. A randi során fontos, hogy olyan jelzéseket adjunk magunkról, melyek jó benyomást kelthetnek a másik félben, és nem tűnnek sem dicsekvésnek, sem nyomulásnak. Gyerekorvosnak sem a pénzért mentem, hanem azért, hogy életeket menthessek. Tudod, ez számomra hivatás. Bár napvégén már alig várom, hogy hazaérjek a hosszú ügyelet után a kiskutyámhoz. Annyira sajnálom, hogy otthon van egyedül szegény. Neked milyen kutyád van? Három kutyám van. Van egy pomerániai törpespiccem, egy óriás nagyszerem és egy akciós sárpelyem. Ó, imádom a kutyákat. Majd a csuki vagy, de legyen. Körtapcsit az összes kutyusnak. Imádom. A bókulás soha nem megy ki a divatból. Végül is ki ne szeretné, ha megdicsérik. Ráadásul tudományosan bebizonyított tény, hogy minél többet dicsérjük a másikat, annál vonzóbbá válunk a szemében. Te egy nagyon különleges lány vagy számomra. Még soha nem randiztam hármas csajjal. Újszerű élmény lehet a sok kettes pasi után. Jó, a szettet honnan van? My 70 szememből vagy a Mail Chicksből? Most megadnám a számomat, de a korodat elnézve úgyis majd kinézed a telefonkönyvből. Ja, semmi gond. Gondolom anyukád nevelet kell majd keresnem. Amúgy milyen volt a te idődben felnőni? Sokat kellett futnotok a dinoszauruszok elől? Te mit is mondta, hogy hányra jönnek érted anyukádék? Az emberek olyankor a legőszintébbek, amikor részegek. Ezért fontos, hogy minél előbb itasd le a randi partnered. Ebben az esetben olyan információk birtokába juthatsz, melyet csak akkor tudnál meg, amikor már késő lenne. Hallod? Tökre bosszant, hogy a Kylie Jenner gyerekét Stormy Websternek hívják komolyan. I-vel írják, és nem Y-nal. Mennyire gáz? Ma mindegy. Gézede? Időnként azt álmodom, hogy a kanapémnak a színe nem megy a fotelhez. Az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy milyen nehéz megtalálni a tökéletes árnyalatot tényleg.
Használjunk erőteljes, pozitív szavakat. Az ilyen kifejezések mindig pozitív reakciót váltanak ki a partnerünkből, és egy életvidám embernek fognak tartani minket. Én imádom az MTV híradóját. Főleg a freudi elszólásokat. Múltkor például a csaj, amikor azt mondta a népszokás helyett, hogy népszopás, na azt imádtam. Én lemerném fogadni, hogy veled nagyon szórakoztató lehet nézni az MTV híradóját. Jönnek az új követők, hallod? Úristen, mennyi! Emlékszel, amikor múltkor azt mondtam neked, hogy elviszlek oda, ahova csak szeretnél? Még csak 5 perce ismerjük egymást. Emlékszel? Nem emlékszem semmi ilyesmire. Gyere, megmutatom, merre van az ajtó. Emögött az ajtó mögött van a játszószobám. Fontos, hogy tudd, hogy bármikor elmehetsz, amikor szeretnél. A Bentley Continental készen áll, hogy elvigyem. Ne idegesíts, mi van bent? Fordulj meg. Ne. Bemutatsz az anyádnak? Irány a játszószoba. Ne. Ez nagyon komoly, hallod? Körtapsi! Gyere! Országszerte több településen is felidézték a népszokásokat, most pedig megtudjuk, hogy mit is jelentenek. Na, hova hoztalak? Elég VIP, nem? Én gyűlölem ezt a nőt. Nekem tetszett. Kérsz egy kicsit? Nem, köszi. Rohadt bizarr ez az egész. Nem tudom, hogy milyen trippen vagyok most jelen pillanatban, hallod? Nagyon jó a pizzájuk. Igen? Jó? Igen. Jó? Igazából csak a szövegben volt, de... Jó. Én is hiszem, igen, jó? És ja. Semmi. Csak viszket tett a seggem. Takarom. Hát takarom. Kutyafejet. Nem lehet mindig csak kutyafejbe ülni. Dolgozni is kell. Dolgozz kutyafejbe. Egy körtapsit a teremnek. Most léptem át a 800 000 feliratkozót. Az elem jobban ment, most visszafogadtam. Bázd meg! Akkor, na ezt kell bevágni. Bázd meg! Bázd meg! Megvalósít. Moholni tudod. Most improvizáltam ezt az ötletet. Ezt most találtam ki. Ezt tanulta az egyetemen. Utána nézett a Wikipédián. De várjál már! Hadd mondjam! Pompaszátod! Meg majd fagyizni is elviszlek. Két gombócot is kaphatsz. De tejszínabot nem kapsz, mert az hízla. És nem akarom, hogy narancsbőrös legyen a segged. Meg majd csinálunk közös vlogokat is. Mikor, hol ebédeltünk éppen, elmondjuk a videóban. Meg csinálunk közös Gucci holt. Amúgy... Ez lesz az a hely, amit majd az egyik videónkban elmondunk, hogy itt ismerkedtünk meg. És most is rá az orromra. Rossz kutya! Rossz kutya! Bele, vidázz a kezemet, ne. Jó? Na, szépen. Na, mit is mondtál? Hányra jönnek érted a szüleid? Anyádkor. Újszerű élmény lehet a sok kettes pasi után. Na, ez jó, tetszett. Nekem is. Video.